görcsöljek így lazán, vagy álljak görcsösen? Mi most görcsöl? Nem. Csak mi az igény? Ezt, hogyha azt mondom, hogy görcsöljön, akkor görcsöl. Megpróbálok. Megijedtem, amikor meglátta, hogy az én kezemben van a kamera. Megijedtem? Nem. De, én láttam nem, az arcát. Nem, ennyire félre ismert. A múltból fakadó ez a ijegység. Ez nem ijegység, ez nem ijegység, inkább egy várakozás, egy koncentrált várakozás. Vizsgadruk. Így lehet, na, ez tök jó. Ez tök jó. Én szeretnék az életem során végigfejlődni, nem szeretném azt magamról állítani bármikor is, hogy akkor én megtaláltam a szintemet, és innentől már nincs följebb. Jó, de hogyha már így a fejlődést nézzük, akkor visszanézi a régig Vona Gábort, és így elcsodálkozik, és így ledöbben? Nem szoktam visszanézni magamat, és hogyha esetleg olyan szituációba kerülök, amikor vissza kell nézni magamat, akkor annyira nem szeretem, megmondom őszintén. Nagyon büszke voltál, hogy te bátrabb vagy, mint Orbán! Ne menekülj, Gábor! Nem tudok bemenni. Most volt 2016. szeptemberében. Így van. Az első, igazából a széria első adását önnel készítettem. Megmondom őszintén, ott kaptam hideget, meleget, de leginkább hideget. Igen. Amiért önnel szóba álltam, amiért önről forgatni mertem, leginkább a baliberális sajtó támadott kőkeményen. Aztán eltelt egy év, és nagyon furcsa volt nekem látni, hogy azok az emberek, akik pellengére állítottak, hogy a szőnyeg szélére, igazából most lehet, hogy azért kampányoltak, hogy önnel fogjon össze a baloldal. Furcsa volt ezt a változást nekem látni, főleg azt is, hogy például a Spinoza házban megjelent. Ki változott? Ön változott? A média változott? Mi változott? Szerintem az egész ország sok minden megváltozott, és ezek a fajta politikai viszonyok, amik korábban jellemezték az országot, azok sok esetben felborultak vagy megváltoztak. De úgy tűnik, hogy akkor Judit ráérzett valamire lehet 2016-ban, ami most ebben a kampányban beérett. Hát tényleg azt mondták, hogy igazából a Jobbik és ön az, akit szőnyeg alá kell söpörjek, ezt mondták nekem 2016. szeptemberében. Aztán most itt állunk, és igazából elmondható, kimondható, hiszen a közvéleménykutatás megmutatta, hogy a legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltje lett. Nagy utat járt be? Nagy utat jártunk be. Én magam is minden bizonnyal, de az egész politikai közösség nagy utat járt be. Meg az ország is. Azért ezt sem gondoltuk volna, azt, ami most történik velem, velünk, azt sem gondoltuk volna, de azért azt sem gondoltuk volna, hogy Orbán Viktor idáig süllyed, mint ahová süllyedt. Tehát én, aki egykor a Fidesz tagja voltam, aki egykor nagyon lelkesedtem a 98-2002 közötti Fidesz kormányért, aki tagja voltam Orbán Viktor polgári körének, hát tényleg a legsötétebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy eljutunk oda, hogy Orbán Viktor az lényegében a magyar történelem vagy a világ történelem legsötétebb korszakait idéző módon irányítja ezt az országot. A Borsók úton megköttetett az LMP Jobbik paktum tegnap este. Kiszáradt volna. Köszönöm szépen. Már látszott, hogy már úgy száradtam. Hát mert annyira, igen, falhoz állították a kollégák, és akkor gondoltam, hogy kiszárad és hozzá. Jó volt, igen. De ezek a karaktergyilkosságok azért alább hagytak, nem? Tehát volt egy szituáció, nem? Még mindig? Hát most vagyok éppen az Allah imádó. Ja, akkor nem csak én gondoltam. És ugye pont amikor még ráadásul borostám is van. Hát engem ugye Soros György engem ölelget a legjobban a plakáton, ez egyébként bosszant. Igen? Hát nem. Hát engem nem mosolyog, és tehát ott áll mindenki leforrázva, és engem megölelget, mint hogy én lennék a legjobb barátja. És nem így van? Hát nem, én életemben nem találkoztam vele. Ki van? Ellentét Orbán Viktorral, ugye. De mikor találkozott Orbán Viktor utoljára? Mármint nem, Orbán Viktor találkozott Soros Györgyel ellenetét, de Orbán Viktor, amikor találkoztam utoljára? Milyen párbeszéd zajlott önök között legutoljára? Legutoljára? Hát amikor négy szem közt voltunk legutoljára, az akkor volt, amikor megkértem, hogy a letelepedési kötvényeket szüntessék meg, mert az egy korrupt bűncselekmény. És ez négy szem közt történt? Az négy szem közt történt, és látszott a miniszterelnökön, hogy igazából nem élvezi ezt a szituációt. Aha. Jó, azért kell kimennünk ebből a stúdióból, mert adás lesz, de ha engedik, akkor folytatnánk bent a két mondat. Ugye? Jövünk egy kicsit beszélgetni, jó? Elfoglalhatjuk ezeket a pozíciókat? Bármelyiket? Persze. Elnök úr, melyik? Mindegy nekem. Jobb? Szebb? Kényelmesebb? Vagy az? Jó. Lehallgatjuk a tévét. Na igen, bocsánat. Ugye amikor mondták, hogy jön ide hozzánk a reggeliben, úgy mondom, sminkelni fogják, akkor megkérdezem, hogy
újság, szemöldök csipesz gyanánt. Soha nem volt szemöldök csipesz. Nem, ezt nem tudom. Hogy ragadt törre hát ez az a közös műsorunkból, hát annak idején, tudom. Ahol én arról beszéltem, hogy erős a szemöldököm, és a fodrászok mindig megszokták kérdezni, hogy levágják-e, és én erre azt mondom, hogy igen, de ebből, hogy lett szemöldök csipesz, ezt én nem tudom, az már az ő, amit a Fidesz továbbköltése. Igen, önre legasztottak, de lehet, hogy inkább egy borotvával kellett volna érkezzek, nem? Vagy hogy? Ja, nem volt csak. Kíváncsi vagyok, hogy mi ez az új style lesz. Ki találta rajtam ki? Rajtam ragadt. Ez ki? Hát én döntök egy ilyenben. A szilveszter után nem borotválkoztam meg. Bementem az irodánkba, és ott többen azt mondták, hogy na. Milyen harcos küllemem lett. Ugye azt tudni kell a lélektanát a szituációnak, hogy ez az az időszak, amikor az állami számvevőszékkel éppen vívjuk a harcunkat, ugye tavaly év végén. Uh-huh. És azt mondom, hogy hát, hogyha egy harcos vezetőt látnak bennem a munkatársaim, akkor megkapják. A harcosság ezen múlik ön szerint a szakállon? Vagy? Ennyi. Tehát ez nincs ebbe a történetben ennél több, igen. Azt döntöttem el, hogy akkor a választásokig ez most egy ilyen kabala lesz. De hát egyébként a hölgyeknek valószínűleg bejöhetett ez a fajta fizimiska. Olvasta azt a fajta véleményt, ami ezzel kapcsolatos egy ilyen online közvéleménykutatás, amiben a hölgyek azt mondták, igen, hogy ön a legsármosabb. Na, ezt igen. Így hogyan értékelte? Örültem neki természetesen. Meg a legsportosabb, hát azért kitett magáért mindig. Hát most az elmúlt hetekben nagyon nem volt időm sportolni sajnos. De azért oda tette magát, láttam folyamatosan. Tehát amióta alul maradt az ellenem lévő párharcban, azóta nem maradtam alul, azóta is bánt, és azt még majd egyszer választások után... Nem maradt alul? Nem, mert megnéztem, és én szépen egyenes tartással voltam abban a plank szituációban, és a mellettem lévő hölgy... Persze, hát a műsort visszanéztem. Ja, és emeltem lévő, hogy szabálytalanul csinálta, úgyhogy ezt azóta is őrzöm ezt az emléket, igen. De hogy rendesen kialakította magának azt a fajta a közösségi oldalakon való szereplést. Tehát azért én azt látom, hogy én a legaktívabb. Mindig azt éreztem, hogy az én rólam kialakított kép az emberekben, az nem az, ami szerintem én valójában vagyok. És ez bántott, vagy zavart, és szerettem volna minél többet megmutatni magamból, ami valóban én vagyok. És nem a valamelyik médiumnak, vagy újságnak, vagy tévének a torzított képe rólam. Igen, de hát erről ez az önfelelősség is, meg ön tehet arról, hogy most olyan kép alakult ki, ami csak kérdezem azt, hogy most éppen ami napokban láttam olyan fotókat önről, amik bilincsbe egy falhoz szegezve éppen elviszik, tehát hogy azért gárda történet, sok minden azért volt. Persze, de az, hogy milyen ember vagyok, és most az emberi karakteremet, azt szerintem nagyon sokan félreértették. Ezt talán még az adásban beszéltük is annak idején, hogy mindenki a Vona Gábor képét ahhoz igazított, hogy van egy radikális fiatal párt, és akkor biztos, hogy Vona Gábor egy ilyen nagyon militáns és nagyon erőszakos, meg nagyon kemény figura, holott nem vagyok azt szerintem. Abban a politikai szituációban, ami a Jobbiknak ugye a radikális időszaka volt, ott nyilvánvalóan ez sugárzódott belőlem is, lehet, hogy én is ennek a szerepnek feleltem meg, meg hát a média erre még rá is tett egy lapáttal. Tehát azért ez mindig a médiának mindig egy nagyon jó és nagyon izgalmas és közönségcsalogató téma volt, hogy van ez a szélsőséges figura, és akkor nézzünk bele egy picit a mindennapjaiba. De hát akkor azt mondja, hogy egy szerepnek akart akkor megfelelni nagyjából, de akkor lehet, hogy most is egy szerepnek akar megfelelni. Hát ez mindig előjön. Hát most ez annyira nehéz kérdés, de minden ember életében, hogy most hol van a mi valódi énünk, és honnan kezdődik a hagymának azon héja, amikor már az egy szerep csak. És mikor érezte azt igazából, hogy megtalálta saját magát? Hát megvan egyáltalán? Tehát, hogy így megtalálta már? Vagy? Én azt mondanám, hogy ugye azért nagyon nehéz ez a kérdés egy politikus esetében, mert azt mondom erre, hogy nem, akkor úristen, ez egy ilyen identitászavaros valaki, és ugye ezt mindig szokták mondani, mert én többször felvállaltam már, hogy én egy kereső ember vagyok. Én szeretek fejlődni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy én szeretnék az életem során végigfejlődni. Nem szeretném azt magamról állítani bármikor is, hogy akkor én megtaláltam a szintemet, és innentől már nincs följebb. Jó, de hogyha már így a fejlődést nézzük, akkor visszanézi a régi Vona Gábort, és így elcsodálkozik, és így ledöbben? Nem szoktam visszanézni magamat, és hogyha esetleg olyan szituációba kerülök, amikor vissza kell nézni magamat, akkor annyira nem szeretem, megmondom őszintén. De azért nem szereti, mert nem szereti egyébként visszanézni, vagy hogy annyira nem ért egyet már azzal az értékrenddel, amit akkor képviselt. Annyira nem vagyok ez a visszanézős típus. Tehát nem szeretem magamat visszanézni. Jó, de ha szembesítik ezzel. Ha szembesítenek ezzel, akkor ugye kénytelen vagyok, és inkább azért nem szeretem, mert már nem mindig értek egyet minden egyes akkor mondott mondatommal, vagy képviselt programmal, úgyhogy
talán ebből fakad. De közben azt meg nem érzem, hogy meg kéne tagadnom bármit, ami korábban voltam, mert úgy fogom föl, hogy van egy fejlődési folyamat, amihez az adott pillanatban annak a szituációnak, ahhoz szükség volt. Tehát hogy azon is át kellett, hogy menjen az ember. Benzinkútnál kellett titokban behuppannom egy fekete autóba. Ez olyan kicsit ilyen titokzatos, de úgy érzem, hogy mostanában rákapott a benzinkút feelingre. Hát az életem egy jelentős részét benzinkutakban töltöm mostanában. Érti, mire gondolok. Értem. A nagy megbeszélések is azért a benzinkúton történnek. Nagy megbeszélések, erre, igen. Hogy amikor a Bernadettel egyeztettünk, hogy neki ugye azért volt fontos, hogy hétfőig találkozunk, mert ha jól emlékszem, az ő mandátum, amit a pártól kapott a tárgyalásokra, az hétfőig szólt. És én mondtam, hogy hétfőn egész nap kampányolok, és mondta, hogy ő is, és kérdezte, hogy hol. Én mondtam, hogy Heves megyében, én kérdeztem, hogy te hol, ő mondta, hogy Hajdú megyében, és akkor én javasoltam, hogy az M3-ason hazafelé, amikor mind a ketten végeztünk, akkor találkozunk egy benzinkútnál. Az mi az a plakát? Most nézem, hogy mi történik? Németh Szilárd elmondja a világ nagy dolgait. Ugye, amikor a sajtóreferensével beszéltem, akkor azt mondta, hogy iszonyatosan védelmi bázisban van most benne testőrök hada, miközben utoljára, amikor beszéltünk, akkor azt mondta, hogy a testőrök valahol a háttérben vannak, most pedig azt mondták, hogy védeni kell. Önt. Miért? Hát a testőrök hada az talán túlzás, lehet, hogy a sajtófőnökünk picit próbálta drámaiabbra festeni a helyzetet, mint amilyen, de hát miniszterelnök jelöltként járom az országot, és ugyanazok az emberek kísérnek most is, akik egyébként évközben. Tehát én azt hallottam, hogy halálos fenyegetés érte. Hát van ilyen is, de hát ez... Na de most van vagy nincs? Hát, kapott ilyet ma? Ma? Kaptam? Bocsánat, mert nem tudom követni, igazából nem ezzel foglalkozom. Ön nem tudja, hogy ilyenek vannak? Tényleg? Nem, hát én a munkámra koncentrálok. Ugye elméletileg ide, ahova megyünk, egy ugye Jobbikból kiábrándult radikális szervezetnek a vezetője várja, és tüntetéssel készülnek, és így megfenyegették. Nem? De hát minden egyes rendezvényünket provokálják. Volt olyan nap, amikor 8 utcaforumot tartottam, és a 8-ból 7 helyen volt provokáció. Jó, de volt, az, hogy kiábrándult Jobbikos. Volt olyan, ahol a hölgy munkatársainknak kellett ott lényegében beavatkozni szinte, és arra kérni kulturáltan természetesen a jelenlévőket, hogy ne provokáljanak tovább, mert hogy ezzel lényegében nem segítenek senkinek, hanem megvédték csak... a hölgyek? Igen. Az engem azért érdekel, hogy miért pont jobbikosok, tehát kiábrándult jobbikosok? Hát én ezzel kicsit óvatosabb lennék, hogy ki az, aki kiábrándult jobbikos, és ki az, akit adott esetben valamikor a pártból valamilyen ok miatt eltávolítottunk, vagy ő maga lépett ki, és most pedig a választások előtt néhány héttel olyan mozgást végez, ami nem az ő csalódottságának a kifejezése, hanem a kormánypártnak a szándéka. De egyébként nincs benne önben ilyen félelem? Én azt gondoltam, hogy beszállok ebbe az autóba, és így miután én halálos fenyegetést kapott állítólag, hát így beparázva látom majd. Hát Marosvásárhely óta nem nagyon hiszem, hogy meg lehet már lepni engem bármivel. Ott mi történt? Hát Marosvásárhelyen ott hát lényegében rám szabadult 20-30 ember, akik válogatott drágárságokkal és elég fenyegető fellépéssel hát majd, hogy nem szétszedtek ott, vagy hát nem fizikai inzultus természetesen nem történt, hála Istennek, de hát úgy nagyon a határán volt a hangulat. Vidéken járok, és engem meg folyamatosan arról kérdeznek, hogy miért nem szólok már az ellenzéknek, hogy mit csinálnak, és nem, mit kéne mondanom, hogy állítsam le őket, mondják nekem. De miben? Hogy ne bontsák le a kerítést. Ja, hát persze, nyilvánvalóan ez a propaganda sok emberhez eljut, de éppen mai hír. Én vagyok az egyetlen egy politikus Magyarországon, akinek papírja van róla, hogy nem akarja lebontani a kerítést. Igen. A bíróság hozott egy ilyen... Ugyanis én feljelentést tettem, mert az a hazugság, hogy a Jobbik lebontaná a kerítést, vagy én magam, az annyira felháborító volt, hogy jogi útra vittem az ügyet, és most a bíróság. Hát de az a probléma ezzel a dologgal, igaza van, de hogy ott van a plakátokon, és egyébként az emberekhez már eljutott ez a hír, és hogyha azt nézem, hogy most a választásokig van 2 hét. Én hiszek az emberekbe, hiszek abba, hogy az emberek többsége átlát ezen. Aztán majd persze április 8-án eldől, de azt gondolom, hogy az emberek többségét hosszú időn keresztül nem lehet félrevezetni, be lehet csapni egyszer-egyszer. Velem kapcsolatban tényleg meg egészen elképesztő dolgokat is híreszteltek. Mi volt az, ami ön is így megrökönyödött? Mi volt a legdurvább, ami fogta a fejét? Hát az ott elég lekes történet. Az melyik? Ja, terriblekes. Ugye igazából azon úgy meglepődtem, hogy na, ezt nem gondoltam volna, hogy még terriblekkel is hírbe hoznak, de hát az emberek többsége mosolyog rajta. Mint hogy azon is, amikor azzal vádoltak, hogy nyugdíjasokat akarok bántani, vagy most ugye azzal, hogy Allah imádó vagyok, tehát
egy bácsi mondta nekem egyszer az egyik fórumon is, úgy bennem maradt, hogy hát akiről már ennyi sok rosszat mondanak, arra már oda kell figyelni, mert biztos valamit jól csinál. Na, itt nézzük, hogy kik várnak minket. Erre kíváncsi voltam, vagy kíváncsi vagyok egyébként. Újságírók hada. Itt belátnak egyébként? Belátnak. Hát itt most már nincs rajta a sötét, hogy belátnak, igen. Nagyon büszke voltál, hogy te bátran vagy, mint Orbán! Ne menekülj, Gábor! Nem tudok bemenni. Érdekelt, hogyha valaki halálos fenyegetés ér, akkor az hogyan tudja ezt itt elkerülni? Hát csajtom, menj be! Szerintem hátul megyünk be, ugye, azt hiszem? Nem tudom, ezt majd ezt nem ér, ezeket nem gondolkodom, ezeket nem az én feladatom. És ő kicsoda? Hát egy provokátor. És ő... Kabinetfőnököm és a sajtófőnököm. Szóval ők nem ilyen fenyegetők. Jó, de még forgatok folyamatosan, úgyhogy még be van kapcsolva, vigyázzon, mit mond. Jó. Jó. Még annyira biztonsági kamerákat által őrzött, hogy egyébként az operatőrénket sem engedték be ide, tehát én próbálok itt egy kis kamerával rögzíteni mindent, amit lehet. De hát látom, akkor így a hátsó ajtón érkezünk. Mindig így érkezik, vagy van, amikor nincsenek hát biztonsági előírások? Nem mindig vannak. Itt most úgy döntöttek a szervezők, hogy talán szerencsésebb elkerülni a provokátorokat. Bármikor is félt egyébként. Ja, bocsánat, mi meg mentünk volna tovább, és beszélgettünk volna tovább. Próbálok. Ja, próbálok, bocsánat, melyik előre? Hát, most azon gondolom, hogy voltam, akkor féltem. Tudom, az életemet féltem, hogy aha, talán ilyen nem volt. Nem volt, voltak olyan politikai szituációk, amitől... Ez a külön szoba. Ide bemászunk. Jó. Hát, ha kapott egy smink szobát. Na, szuper. Megnézzük, hogy a operatőr kollégák itt mit... De tényleg egy ilyen helyeken mit szokott csinálni? Ilyen helyeken? Aha. Megnézem a nyakkendőmet, hogy hogy áll. Most épp Ferdén csak... Igen, azért, hogy látom, rendszeresen elmegy valahogy. De figyelnek arra egyébként önnek kapcsolatosan? Vannak, hogy... akik ezt persze jelzik, hogyha... Akkor mi bemegyek, rám néznek, és akkor azt mondják, hogy oké. Okay. De hogy ezek a karaktergyilkosságok sem viselték meg egyáltalán, és most tényleg beszéljünk de, őszintén. Hát én őszintén beszéltem, de volt, ami megviseltet, kit nem viselne meg, én nem jó érzés ezeket hallani, meg különösen nem jó érzés az, hogy a családjának az ember családjának ezt el kell viselni, de ezeket is valahogy úgy érzem, hogy talán szokták, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Gondol egyébként, hogy ön vált szimpatikusabbá bizonyos embereknek, vagy ennyire kiábrándultak és csalódtak a Fideszből, és nem látnak. Ez a kettő együtt, erre mondtam, hogy szerintem a kettő együtt, tehát hogy és nehéz ezeket így szétválasztani, mert az ember azért egy nagyon összetett lény, hogy most az adott érzés, ami az emberben van, a remény érzés, az abból fakad, mert már ennyire elviselhetetlen a rendszer, vagy abból, mert a Jobbik számára szimpatikussá vált, vagy a kettő együtt. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt. Jó, lejjünk most egy picit. Tessék. Úgy érzik? Nagyon szörnyű vannak a fények. Én ülve maradok, vagy állok, vagy milyen forradok? Jó, mondjátok. Mert nagyon rosszak a fények. Ezt a disznófejet nem látta? De láttam, mutatták a kolléganőimekem is. Igen. De hogy ez volt a fenyegetés, meg hogy elméletileg a családját is megfenyegették? Igen, volt ilyen is. A családomat megfenyegetik abból, az azért nálam is. De a feleségéhez ez nem jut el? Dehogy nem. Hát őt nem kell félteni. Mármint persze én féltem, de nagyon erős a feleségem, nem kötnék bele senki helyével. Igen? Hát persze, mert neki van egy gyereke. Nem is engem. A tigris, nem is, hát hajaj, hát hogyha ő neki a kis csemetét, valaki, aki egyébként 12 éves, akár közvetlenül, akár közvetetten megfenyegeti, az nagyon rossz lóra tesz. Pedig nem egy karaktergyilkosságon mentek keresztül egyébként önök ketten, nem? Tehát az elmúlt időszakban. Hát, hogyha nézzük és az elmúlt... Ő is erősödött. És a kapcsolatukat is erősítette? Azt hiszem, hogy igen. Hát persze, egy határhelyzet lényegében folyamatosan, amiben benne vagyunk, és az ember egy határhelyzetben nagyon kevés emberre számíthat úgy igazán. A feleségem támogat, de ő mindenben támogat. Tehát nem azért a feleségem, hogy miniszterelnök legyek, hanem azért, mert engem szeret. A kisfiamnál ez másképp van. Ő már volt, hogy sírt is, hogy ne legyek miniszterelnök.
kevesebb időt lehet a papával. Hát ő ezt most úgy éli meg, hogy kevesebb időt leszek, meg még többet fognak támadni. És ugye most már 12 évesen ő is egyre többet megért ebből, vagy tapasztal. Az emberek már nyugalomra vágynak. Amikor azt a szót kimondom, hogy nyugalom, akkor azt látom, hogy mindenki egy emberként elkezd bólogatni, hogy valójában mindenki politikai hovatartozástól függetlenül nyugalmat akar. Értem. De hogy azt mondja, hogy nyugalmat szeretné, és a Jobbikban ezt megbeszélték, és így gondolják, akkor jobbikos politikusok is lehetett azt látni mostanában, hogy nem egy ellenzéki politikus támadnak. Nyilvánosan. És becsmérelnek így vagy úgy. Hát lehet, hogy vannak ilyenek is. Én pontosan minden fórumon azt hangsúlyozom, hogy nekem már elegem van a jobb meg a baloldali megosztottságból. Ez már sehova nem vezet, és már nem is érdekel. Tehát nekem egy tisztességes baloldali ember ugyanannyit ér, mint egy tisztességes jobboldali. Nem akarok már ezzel foglalkozni, mert szerintem ezen egyrészt túl vagyunk. Nem, de hogy az önök politikusaiban van olyan önpolitikust, aki dehogy nem szidja egy MSZP-s politikust utána. De jó, de ilyen mindenhol van, meg egy választási kampányban ne várjuk el azt, hogy itt csupa Teréz anya, meg Asszisi Szent Ferenc fog a szeretetről beszélni, ez egy küzdelem. De hogyha az emberekre koncentrálnák, és nem egymást egyébként becsmérelnék, akkor lehet, hogy egyébként nem röhögne így a markában a Fidesz, hogy ha hol tart most az ellenzék. De miért magad MSZP-vel foglalkozunk? Én ezeket értem. Mit szeretne, kormányváltást vagy sem? Kormányváltást szeretnék természetesen, ezért dolgozunk. Pontosan tudja, hogy egyedül nem fog menni? Pontosan tudom, hogy úgy fog menni, hogyha a Jobbik egyedül indul. És önök azt gondolják, hogy egyedül meg tudják váltani a világot, és azt a világot nem. És le tudják váltani a kormányt? Igen. Igen. Az, hogy a baloldalon mi zajlik, az nem az én felelősségem. És hogyha ez nem sikerül, akkor ez az ön felelőssége lesz? Mert ez a mi bőrünkre megy. Ha ebben van valami felelősségem nekem, akkor azt vállalom, de nem a miénk, hiszen mi az elmúlt 8 évben, és különösen ebben az elmúlt 4 évben nyílt csisakkal küzdöttünk ezzel a kormánnyal szemben. Felvállaltuk ezt a harcot, miközben a bal oldalon meg azt láttam, és Botka László is utalt erre, hogy ott nem mindenki akar kormányváltást. Ott úgy tűnik, hogy nagyon mélyen benne van a Fidesz keze a baloldal állapotában. Úgyhogy ha például mondjuk le is ülne esetleg, még egyszer mondom, félretéve az erkölcsi részét a Jobbik egy baloldali párttal, se tudjuk, hogy pontosan kivel tárgyalunk. Lehet, hogy a Fidesz ülne a másik oldalon. Tehát azért Botka Lászlónak a szavai legyenek előttünk. Én azt tapasztalom, hogy egyrészt van a félelem az emberekben. Merre? Arra megyünk egyébként, arra fogunk menni. Milyen érzés itt sétálni? Hát, itt járt a Róta az utcákat, igen, itt nem keveset, fel. Nem keveset. De hogy így gondolom, nem gondolt arra, hogy egyszer nem. Politikára adja a fejét, nem. És egyébként pedig nem, ugye nem készültem karrier. Politikusnak. Mm-hmm. Tehát én az egyetemen belesodródtam a politikába, és aztán benne ragadtam, de nem készültem arra. Érdekelt, de mint nézőt érdekelt a politika, meg szavazót, de nem akartam alakítója lenni ennek. De aztán belesodultam is, hát mivel nagyon sok mindent köszönhetek Gyöngyösnek, meg a Mátrának, meg ennek a vidéknek, egyértelmű volt, hogy akkor itt próbálok egyéni képviselő lenni. A korábbi adásunkban ugye beszélgettünk arról, hogy nem mert elmenni egy színházba, vagy nem mert elmenni moziba a beszólások miatt. Ez azt jelenti most már, hogy így azt mondta, hogy megerősödött, vagy erősítette a kampány. Tehát, hogy elmenne menni akkor most már színházba, nem úgy, mint másfél évvel ezelőtt. Kicsit ki lett ott sarkítva, hogy én nem merek elmenni színházba, csak hát inkább azt mondta. Hát, de hogy itt inkább azt mondtam, hogy... A beszólásoktól ez volt a lényege. Nem, akkor ezt tegyük tisztában. Nem akartam sem magamnak, sem másoknak kellemetlen helyzetet. Láttam, hogy külföldi csatornák is forgatnak önnel. Igen, nem is kevesen van. A BBC-től kezdve az AP-ig mindenkit van. Érdekel, hogy mi érdekli őket elsősorban? Az első kérdés most az volt, hogy szerintem a Jobbik az tud egyedül választást nyerni. A másik kérdés pedig az volt, hogy tervezünk-e a választások előtt együttműködést. A harmadik kérdés az volt, hogy tervezünk-e a választások után együttműködést. Tehát nagyon érdekes, mert ugye a kérdések lényegében azt sugallják, vagy legalábbis bennük van a kérdésekben, hogy kormányváltás lesz. És egyébként a nemzetközi sajtóban is azt gondolja, hogy ez így releváns. Jé, a srác felment oda. Ez kemény, igen. Csak nézem, igen, hogy igen, hogy igen, forgatnak. Igen, reméljük, hogy nem lesz semmilyen baleset, mert az őre fogja nem kéne a riposzt cím alapjára most. Ez úgyis szerepel egyfolytán, most nézem, hogy ma is abban szerepelt. Bérelt helyen van, bérelt helyen van. A szüleit nem ismerhettük meg, nem ismerjük, de hogy ők hogyan vélekednek erről a karrierről, meg erről a pályafutásról? Hát biztos nagyon büszkék, meg biztos nagyon féltenek. Most ezt tudja, vagy mondja nem. Biztos? Hát nagyon érdekes, mert nem szoktunk erről beszélgetni, valószínűleg hát szoktunk politikáról természetesen, de hogy ez bennük hogyan élik meg legbelül, erről nem szoktunk beszélgetni. Valószínűleg ezt inkább elrejtik előlem. Tényleg?
Zolán, a legfőbb támaszat. Én nagyon szeretlek, meg nagyon szurkolom. Persze, meg, mert ha hazamegyek, akkor minden, akkor minden van. Tehát, hogy anyukám főz, apukám kávét csinál, tehát ott akkor tényleg ki vagyok szolgálva. És ők hogyan viselik ezeket fajta támadásokat? Mert a szülők hozzáedződtek, talán ezt nem tudom, hogy egy anyuka hozzá tud ehhez edződni valaha is, mert ugye őnek én a kicsi fia vagyok. Igen. Én vagyok 40 éves, meg a legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltje, én az ő kicsi fia vagyok, és hát persze, hogy az anyának nem esik jól, amit lát vagy hall. Mindig arra kér, hogy ne bántsak senkit. Gondolja egyébként, hogy ebben a mi menünk el? Hát, a bántáson nem fizikai értelem, fizikailag nem is bántanék, hanem szavakkal, igen, mindig azt kéri, hogy nem mondjak senkiről semmi rosszat. Én mondom neki, hogy ezt nem tudom mindig megtenni. Tehát, hogy a politikában azért a politikai viták tekintetében ez sok esetben elkerülhetetlen. És akkor most hova jövünk? Gyöngyösi rádióba. Most idejövünk egy Gyöngyösi rádióba, igen. Na jó, hát akkor menjünk. Itt megyünk fel a másodikra, úgyhogy itt most lesz egy kis crossfit. Szervusz, kicsit nagyobb. Üdvözlöm, szervusz, Péter Fiódi. Tehát, hogyha baloldali értéknek nevezzük a szociális érzékenységet, akkor én magamat egy szociális érzékeny embernek tartom. Ha a nemzeti büszkeséget jobboldalinak tartjuk, akkor én nemzeti büszkeséget is érzek. Tehát, hogy számomra ez a kettő nem kell, hogy harcban álljon egymással. Lejárt lenne, ez annyira unalmas, és annyira nincs is közel egyébként a valósághoz. És azt nézem, hogy van ez, ja így. Ez nagyobb feladat, mint a kormányra kerülni. Hát igen, férfi logika belekeveredett a sajátjára. Mint valami... Hordom magammal, mint valami ilyen egészségügyi felszerelés. Így. Azt akartam mondani, hogy ha már ez nehézséget okoz, akkor mi lesz a kormányzat? Mi lesz az országgal? Hát na, ugye? Hát, valami, én is ezért aggódok. Nem tudom, mi a terv. Itt állandóan spontán szituációba kényszerítenek engem. Hát de muszáj. Nem is meglepetés. Igen, csak azt el kell dugni, amit el kell dugnom. Itt maradunk. Itt most már radarírozunk is, hogyha megengeded nekünk. Hogy itt belehallgattam ebbe a beszélgetésbe is, hogy mindenhol ez a legfontosabb, hogy a megfelelés. Hát, a politikus szeretné az emberek bizalmát megnyerni. Ezt lehet úgy is lefordítani, hogy teszi a dolgát, mert ez a dolga, meg lehet úgy is, hogy erőlködik, hogy megfeleljen. Én merem remélni, hogy nem tűnök erőlködőnek. Vona Gábor is a Jobbik szerintem most találta meg azt a pontot, azt a helyet, amit meg kellett találjon, ami valóban alkalmassá tesz bennünket arra, hogy ennek az országnak a kormánypártja legyünk. Kiléptünk ebből a jobb és baloldali tengelyből, ami szerintem nagyon-nagyon megmérgezi Magyarországot, mert itt is az interjúban is beszéltem róla, hogyha a baloldali értéknek tekintjük a szociális érzékenységet, én magam a szociálisan érzékeny embernek tartom, vagy tekintem, vagy az vagyok. Ha a jobboldalinak tekintjük a nemzeti büszkeséget, büszke vagyok magyarságomra, mint történész, mint történelemtanár, és a kettőben én nem látok ellentmondást. Most akkor én jobboldali vagyok, vagy baloldali? Tehát én ezen már túlléptem. A mostani Jobbik az a ezredfordulós Fideszhez hasonlít talán leginkább. Mit lát azonosságot? Én ugye tagja voltam abban az időben a Fidesznek. Akkor a Fidesz az egy üde, friss, lendületes, modern, európai és nemzeti politikai párt volt, és aztán ez vált egy ilyen nagyon-nagyon rossz aurájú, befelé forduló politikai pártá. És úgy érzem, hogyha a Jobbik pont fordítva járta volna meg ezt az utat. Szerintem Orbán Viktor a 2002-es vereséget nem tudta feldolgozni. Őt úgy élte meg, hogy őt a magyar emberek megbüntették jogtalanul, mert ő milyen jól kormányzott, és ahelyett, hogy megpróbálta volna ezt magában helyre tenni, és esetleg magukban vagy magában keresni a hibát, hogy lehetek még jobb, ezt a magyar társadalomra hárította. Azt mondta, hogy ezek az emberek engem elárultak. Vagy én nem tudom, hogy hogyan dolgoztak fel, de rosszul, az látszik. Bennünket is ért számtalan hatás, egy ilyen fiatal, radikális, tabudöntögető, sokszor nagyon élesen vagy sértően fogalmazó pártként bekerültünk a parlamentbe, és ott elkezdett az a párt tapasztalatokat szerezni, élményeket gyűjteni. Kicsit úgy tűnik nekem, hogy önmaguknak a Jobbik megbocsátott. Tehát, hogy önmaguknak megbocsátották azt, amilyenek voltak. Tehát, hogy így feloldozták saját magukat a bűneik alól. Viszont azt nem értem, hogy a baloldalnak miért nem bocsátják meg azokat a bűnöket. De most én kommunistázom a baloldalt. Nem, csak hogy egyáltalán. Így elutasítja a baloldalt, és azt mondja, hogy a baloldallal semmiféleképpen. Nem is, hogy nem akarnak. Megújulásra. Tehát nem a baloldalt utasítani. De szerintem a legnagyobb dolog az lenne, hogy ha mindenki megbocsátaná a másiknak, azokért, miért azt mondta, ön is fejlődött, önök is fejlődtek, alakultak, igen. Akkor a baloldal miért nem alakulhatott?
A baloldal is alakulhat, és hál' Istennek akkor... a baloldalon is vannak egyre több olyan új politikai közösség, akikkel azt az utat be tudjuk járni, hogy lépjünk túl a baloldali, jobboldali kategórikon, az LMP-t, a Momentumot, mondjuk nem véletlenül tekintem ilyen politikai pártnak. De akik még mindig ebben a jobb és baloldali megosztottságban működnek, például a Fidesz és például az MSZP meg a DK, az amit mit tudunk kezdeni? Hát Karácsony Gergely, akitől megmondom, hogy én többet vártam, ő azt mondja, hogy a Jobbik még mindig náci, hát hagyjuk már ezt a lemezt. Tehát most akkor én sem kezdjek el kommunistázni. Hát, ő is belekapaszkodik azért valamiben, ő sem szeretné, hogyha belekapaszkodnak olyan mondatokban, amit csak kiragadott mondatok. Akkor hagyjuk is ezt, majd akkor okay. Amikor az ember azt mondja, hogy kivágjuk, akkor mindig benne hagyják, úgyhogy majd eldöntik, hogy benne marad-e vagy sem, de a jobb és baloldalból szerintem ki kell lépni. Annyi sok tisztességes baloldali, meg annyi sok tisztességes jobboldali ember van, hogy miért kell őket egymás ellen fordítani. Ez nem megbocsátásról, meg nem megbocsátásról szól, hanem arról, hogy kivel érezzük azt, hogy közösen tudjuk ezt az országot építeni. Orbán Viktor leváltása nekünk nem csupán cél, sőt, ez inkább csak egy eszköz, hogy váltsuk le Orbán Viktort, mert ő most akadályozza Magyarország fejlődését, de utána tegyük ezt az országot sikeressé és boldoggá. Olyan furcsa, hogy azt mondja, hogy váltsuk le Orbán Viktort. Tehát akkor a Fidesz-szel nincs baj, csak Orbán Viktorral szüksége lehet még a Fideszre? A Fidesz szavazói között nagyon-nagyon sok tisztességes ember van. A Fideszre szüksége lehet? A Fideszre nincs szükségünk. Hát a Fidesz az Orbán Viktor, hát nincs már Fidesz. Nem lehet az, hogy koalíció. Nézzük meg, hogy hol vannak a régi Fidesz. Nem lehet az, hogy koalíció. Nem. Nézzük meg, hogy hol vannak a Fidesznek a régi arcai, akik mondjuk egy Navracsis Tibor vagy egy Pokorny Zoltán, akikkel nekem nagyon sok vitám volt, de mégis azért adtak egyfajta biztonságot a Fidesz számára, hogy ez egy polgári konzervatív párt, és nem pedig az, amivé vált most. Ezek az emberek kikoptak a Fideszből. És ma Németh Szilárd és Rogán Antal jeleníti meg a Fidesz vezetőségét. Mi a baj? Hát nekem nagyon sok bajom van ezekkel az emberekkel. Hát, belefér az adás időbe, hogyha elkezdem. És tényleg most csak Orbán Viktorról van szó, olyan szerint? Szerintem igen. Szerintem ő egy kivételesen tehetséges politikus, aki kivételesen rossz irányba mozdult, és kivételesen rossz hatásokat vált ki a környezetéből. Én azt gondolom, hogy néhány év múlva, amikor ugye most megbukik áprilisban a Fidesz, néhány év múlva, amikor majd arról fogunk beszélni, hogy miért szolgálták ki az emberek Orbán Viktort a környezetében, a Fidesz politikusai miért szavaztak meg minden elképesztő törvényjavaslatot, akkor már sokan lesznek, akik szégyenkezni fognak, és azt mondják, hogy magam sem értem, hogy mit miért tettem. Sőt, én azt is el tudom képzelni, hogy nagyon sokan majd rejtegetni fogják a Fidesz tagkönyvüket, mint annak idején a rendszerváltozás után az MSZMP tagkönyveket. Mire várunk most? Nem tudom, én vagyok most itt a poronmester, majd mindjárt jön a helyi vezetőnk, Paragó Tamás. Mennyire irányítja a saját napjait egyébként? Hát most mennyire kevésbé. Sokszor úgy érzem magam, hogy így ide-oda mozgatnak, és akkor mindig képen belejön egy kamera, és akkor valami értelmeset kell mondani. Ha kormányra kerülni, ez az első lépése. Szerintem a legfontosabb az lenne, hogy a nagy válságterületeken, amiről a Csepeli Fórumon azt mondtam, hogy a valódi no-go zónák, mert hogy a politika nem foglalkozott velük, azokban egy nemzeti konszenzust, minimumot letenni az asztalra. Egészségügyben, oktatásban, nyugdíjrendszerben, közigazgatásban... Ez túl nagy átfogó rész. Mondjon egyet, mi lenne az első? Az első lépés? Például a devizahiteleseknek az ügyének a rendezése, mondjuk a bankokkal azonnal összeülni és tárgyalást folytatni. Vagy felállítani a korrupcióellenes hivatalt. Vagy bejelenteni az Európai Unióban, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Tehát nagyon nehéz egyet kiemelni, mert sok dolog van, sok a munka. Igen. De hogy mi van akkor, hogyha feláll az ügyészség? Mi a garancia arra, hogy nem ugyanaz az ember fog ott ülni, mint aki most ül? Illetve, hogy ha az ön emberük kerül oda, akkor hogy nem lesz-e ugyanolyan, mint most Bolt Péter? Hogy lesz-e valami felügyelőbizottság, vagy bárki, aki a legfőbb ügyészség munkáját felügyeli, hogy én biztonságban érezzem magam, és tényleg azt érezem, hogy önök is kivizsgálják saját magukat, és tényleg az ügyeket. Pontosan erről szól az Európai Ügyészség kérdés. Én ezt nagyon fontosnak tartom, bár talán nem mindenki érti még, hogy miért fontos, mert az emberek nehezen hiszik el majd politikai pártról, hogyha majd feláll a korrupcióellenes hivatal, akkor az valóban függetlenül fog működni. Igen. De az Európai Ügyészség, hogyha csatlakozunk hozzá, akkor oda, azt talán gondolom mindenki sejti, hogy oda nem nincs ráhatás a magyar kormánynak se. Tehát az Európai Ügyészség jön és megvizsgálja, hogy az uniós forrásokat Magyarország hogy használta föl. És nem azért fontos nagyon sok korrupcióellenes transzparenciát erősítő lépést tenni, hogy ez a hétfejű sárkány, amit korrupciónak nevezünk, ez minden irányból fenyegetve legyen. Hú, hát ez... Én azt... Kérünk. Jó. Igen. Igen. Sietünk. Igen, tudjuk. Jó. Nekem elvileg rendeltek, mert én viszont... Az mi volt?
Én most nem eszem húst, ugye 40 napig. Igen. Most járna majd péntek. Járjuk az országot. De most is rántott sajtot eszik? Hát mit, nem tudom, mit kértek nekem a... Na, hát akkor, akkor beletrafáltam. Én is kérhetek rántott sajtot rizssel. Igen, jó, köszönöm szépen. Mi lesz április 9-én? Mit fog csinálni? Ja, most itt hirtelen átváltottunk. Most még én még a szombati húsokat láttam magam előtt, és akkor vizionálta. Én pedig az újat vizionálom. Jó. Tehát szeretnék vizionálni, hogy mi lesz akkor. Álmodik április 9-ével. Igen. 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 Hát egyre többször. Igen. De mi van? Mi van az álmaiban? Hát nagy felelősség. Nagy felelősség. Borzasztó nagy teher ezek után, nem? Hogyha már nem tudom, mit vizionál. Igen, mert az egész az a legnehezebb, hogy... De tényleg azt vizionálja akkor, hogy miniszterelnök lesz? Hát erre készülök, persze. Tehát látja magát bemenni a parlamentbe? Részleteket nem, inkább csak ilyen érzéseket tudok most ezügyben mondani. Tehát hogy az, ami ebben az egészben talán a legnehezebb, az nem is az, hogy az ember miniszterelnök lesz, és akkor el kell kezdeni a programját megvalósítani, mert erre úgy érzem, hogy fölkészültünk. Amire nehéz fölkészülni az, hogy mondjuk a Fidesz milyen ellenlépéseket tesz majd. Hát az nagy kérdés, mert hogy mennyire fogja tudni szervek, mondjuk az Orbán kormány. Az igazságügyi szervek az ő kezükben vannak, a média nagy része az ők. Tehát, hogy bizonyára mindent meg fognak tenni. Hát de jó, de a demokrácia az arról szól, bocsánat, hogy a szavába vágok, a demokrácia arról szól, hogy valaki elvesztette a választásokat, és akkor van egy átadás, átvétel, és persze az nem könnyű pillanat bizonyára, de ez megtörténik. És sokakban van az érzés, van valahol talán bennem is, hogy ez nem lesz ilyen sima. Koalíció. Eszik levest? Zöldségleves? Van benne hús is. De a kérdés az, hogy megeszi a húst? Vagy csak levet? Előfordult már, hogy levetettem húst. És levet nem eszik? Azt mondom, hogy olyan már előfordult, hogy levetettem. Akkor? Megteszik? Aha, persze. Köszönöm szépen. Tudod, akkor csak levet. Értettem. Jó étvágyat. Köszönöm. És az elmaradhatatlan erős paprika. Jó étvágyat mindenki! Jó étvágyat! Két falat és már utána itt sem vagyunk. De már például ott is tajolok. A Domoszló felé vezető út az milyen állapotban van? Hát ott valami már jobb, mint ez. Mennünk kell, mert idő van sajnos. Annyira feszes a tempó. És április 8-án lesz egy országgyűlési választás, ahogy azt önök nagyon jól tudják. Választások után elégtételt fogunk venni jogi, politikai és erkölcsi értelemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm szépen a figyelmet, és engedelmükkel akkor mennénk tovább. Bocsánat, csak az újságját lenyúlhatnám. Melyiket? Hát nem tudom, amiben a Vona Gábor volt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hírekkel találta meg őt. Aha. Ez az egyik. Ezek a hírek jutnak el önökhöz? De nem csak az, hogy látom, hogy itt majd le akarják bontani ugye a kerítést. Hát mit? Ezt elhiszi? Ez? Nem, hogy le akarja bontani a kerítést. Nem hiszem. Nem hiszi el? Nem hiszem. Hogy mi volt itt a legfőbb kérdés, ami érdekelte az embereket? Meg egyébként az érdekel, hogyha itt van 20 ember, 20 embernek érdemes lakossági igen, fórumot tartani? Miért? Nagyon. Ez egy ilyen településen, egy kis településen, ez egyébként azt jelenti, hogy itt volt mindenki. Ezek az emberek itt beszélgetni fognak egymásra, azért egy kis faluban a közösség az sokkal élőbb szövet, mint egy nagyvárosban. Amikor a Jobbik elindul egy irányba, akkor ki az, aki befolyásolja? Mi az, ami befolyásolja? Abba semmi. Tehát, hogy inkább hagyd legyek most egy picit nagyképű talán, hogy inkább én befolyásoltam nagyon sokaknak a szemléletét a Jobbikban, mint hogy az enyémet befolyásolták volna. És egyébként itt kérdés volt a cigány kérdés is. Igen, így van. Hát mivel Vécsen élnek cigány emberek. Ez mindig felmerül akkor, persze, hogy milyen lesz a kapcsolata a Jobbiknak, hát, hogyha kormányra kerül? Persze. Hát, és mi hogyan tudja meggyőzni őket, hogy nem esik bántódás? Egyre kevésbé kérdés, már hozzáteszem. Uh-huh. Tehát mondjuk a korábbi évekhez kapcsolódó, vagy viszonylatában azért már egyre kevesebb kérdés merül föl. Itt most is voltak egyébként érdeklődők között helyi cigány emberek, és elmondom azt, hogy nincs semmi félnivalójuk, és hogy azokon a településeken, ahol jobbikos polgármestert választottak, ott semmilyen
atrocitás, vagy támadás, vagy megkülönböztetés a cigány embereket nem érte. Sőt, mi mondjuk a Farkas Lórián érához képest szeretnénk azt, hogyha mondjuk azok a fejlesztési, integrációs források, amik rendelkezésre állnak, akár hazai, akár uniós forrásból, azok valóban eljutnának a cigány emberekhez. Mennünk kell, úgy érzem. Menjünk. Akkor hajrá! Elmondja nekem, hogy miért szeretne miniszterelnök lenni? Hát úgy érzem, hogy alkalmas vagyok rá. Úgy érzem, hogy alkalmas vagyok arra, hogy különféle feladatokra megtaláljam a megfelelő embereket, és ezeket az embereket jó célokért lelkesítsem. Hiszen ez egy miniszterelnöknek a feladata. És szeretnék magamnak is, meg Magyarországnak is bizonyítani. Önmagának mit? Minden ember szeretne magának bizonyítani, én is. Ebben én sem vagyok semmivel másabb, mint bárki. Én értem, de ön mit? Hát azt, hogy megcsináltam. Hát jó, de megnyerni szerintem az sokkal egyszerűbb, mint így utána van. Vezetni és így irányítani. Van. Így van. Az én gondolataimnak egy jelentős része már nem is az április 8-ai nap körül forognak, hanem az utána következő időszakom. És az miről szól? Hát nagyon kemény munka lesz. Nagyon kemény munka lesz, nagyon verejtékes, de én engem a szüleim arra neveltek, hogy a tisztességes munka előbb meghozza a gyümölcsét. Valami nem változik, tud beszélni. Jó sokat. Pedig nem szeretek. Nem? Hát és mi lesz akkor, a miniszterelnök lesz? Én dolgozni szeretnék, nem beszélni.